Az idézet Picasso-tól származik. A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát. És ugye netán te is azok közé tartozol, akiben megvan a vágy, hogy rajzoljon és fessen, de nem csinálja, azért, mert azt gondolja, hogy nincs időm, vagy hogy első a kötelesség, ez csak egy hobbi és nem fontos, vagy nincs pénzem tanulni. Akkor egyrészt jusson-e te eszedbe az idézet Picasso-tól, másrészt pedig szeretnék meg visszaemlékeztetni arra az előadásra, amikor arról beszéltem, hogy ahhoz, hogy rajzolni tudj, ahhoz folyamatosan nézőpontot szükséges váltani, és ezt a nézőpontváltást ne csak a rajzolásra terjeszt ki, hanem legyen egy nagyobb perspektívája ennek a nézőpontváltásnak, és a gondolkodásmódban is válts nézőpontot. Mit is értek ez alatt? Például az, hogy amikor azt mondod valamire, hogy nekem erre nincs időm, akkor ne azt mondd, hogy ez nem nincs időm, hanem azt, hogy ez nem fontos. És ez nem csak a rajzolásra igaz, hanem kipróbálhatod bármilyen más tevékenységre, mert a lelkedben fogod érezni, hogy az a tevékenység, amire azt mondod, hogy nincs időm, nem teszem meg valamit, akkor ez valóban nincs időm rá, mert nem fontos, vagy fontos annyira, hogy időt szánjak rá. Aztán ennek az előadás sorozatnak a második részében beszéltünk arról, hogy határozd meg a miértedet, hogy felnőtt fejjel miért akarsz rajzolni, tanulni. Hogy azért akarsz rajzolni, tanulni, mert sikerélményre vágysz. Azért akarsz rajzolni, tanulni, mert egy hobbit szeretnél, egy stresszcsökkentő módszert, egy traumát szeretnél feldolgozni, egy betegség miatt kezdesz el rajzolni, tanulni. Mert hogyha minél erősebb a miérted, és folyamatosan emlékezteted magad a miértedre, akkor annál könnyebb lesz a hogyan. Ugye mit is értek ez alatt? Ugye ahhoz, hogy az ember egy új dolgot kezdjen el megtanulni, ahhoz a szokásain szükséges változtatni, időt kell szánni arra, hogy egy dolgot megcsinálj, megtanulj. És az új szokások kialakítása az egyik legnehezebb feladat, és ehhez lehet csinálni végigcsinálási stratégiát. Például, hogy ha az a célod, hogy minden hónapban elkészítek egy rajzot vagy egy festményt, akkor minden hónapban kitűzheted magadnak azt, hogy mivel fogod megjutalmazni magad akkor, hogyha megcsináltad azt a rajzot vagy a festményt. Vagy hogyha az a típus vagy, aki azt gondolja, hogy első a kötelesség, és először mindig mindent megcsinálok, ami fontos, a munka, a gyerekek, a minden más, és csak azután töltek ezek és szánok időt magamra, akkor tedd be a naptáradba ezt a feladatot úgy, hogy töltekező idő, mert hogy neked is szükséges töltekezned, ezzel magadnak teszel jót, és ez nem önzőség. Akkor tudsz csak adni bárkinek, hogyha te jól vagy. Nemrég olvastam egy könyvet, amiben Csíkszentmihályi pszichológus azt mondta, hogy azok az emberek érzik magukat igazán boldognak és elégedetnek, akik képesek az elmélyülésre és az önfeledtségre. Az önfeledtség az nem jelent más, mint az, hogy meg tudok feledkezni magamról azért, mert belefeledkezek valami másba. És ugye a rajzolás, a festés az abszolút lehet egy ilyen tevékenység, akkor belefeledkezel annyira az alkotásba, hogy megfeledkezel magadról, magad problémáiról, a hétköznapi gondokról. Ugye ez a tevékenység mindenkinek más lehet, valakinek a futás, valakinek a táncolás, de hogyha te nézed ezt az előadást, akkor lehet, hogy ez a rajzolás és a festés, amiből bele tudsz feledkezni annyira, hogy megfeledkezel önmagadról. Ugye a legtöbb ember nem a nyaralás alatt a boldogabb, hanem akkor, amikor valami számára érdekes, értelmes tevékenységet végez, önfeledten, önátadottan, elmélyülten. Tehát ez az önfeledtség, azt gondolom, hogy ez a hétköznapi boldogságnak a forrása, hogy persze örülünk annak, hogyha el tudunk menni nyaralni egy nagyon klassz helyre, de a hétköznapokban akkor érezzük jól magunkat, hogyha be tudunk lépni ebbe a flow tudatállapotba. És hogy miközben lehet a rajzolásnak a célkitűzésekhez, mert ugye a célkitűzések is nagyban tudják befolyásolni a boldogság érzetünket, a sikerélmény
érzetünket. Van egy olyan programunk, ahol azt ígérjük, hogy a pálcikán betör a saját kiállításig egy év alatt, és ugye ez hajmeresztőnek tűnik, de hogy megvalósítható. Én mégis miközben van, ha kitűzöl magad el egy ilyen hajmeresztő célt, mint például ez, vagy bármi más, akkor ez milyen hatással lehet a te hétköznapi jólétedhez. Kutatások azt igazolták, hogy azok a személyek vannak jól vagy jobban, akik az élet céljaikat összefüggésbe hozzák valami náluk többel vagy nagyobbal. Én azt szoktam erre mondani, hogy soha nem lehet tudni az, hogyha te elkezdesz rajzolni és festeni, és azt a képet te odaadod, odaajándékozod valakinek, azzal te mit okozol. Vagy az, hogyha csak megnézi valaki a festményedet, hogy abban kiben milyen folyamatokat, milyen érzéseket vált ki, mit indít el. Ugye például nemrégiben volt az, hogy egy pályázat keretében egy egészségügyi intézmény megkért minket, hogy adományozzunk képeket azért, hogy az ott dolgozók, illetve a betegek ne csak az üres falakat nézzék, hanem azokat a képeket, amiket a tanítványaink készítettek. Csináltunk erre egy pályázatot, és több száz kép gyűlt össze a tanítványaink munkáiból, és ez is egy olyan életcél, vagy egy olyan cél lehetett a tanítványoknak, amikor tudták azt, hogy az ő képük örömöt és boldogságot ad valaki másnak. Ez is egy olyan életcél, vagy olyan cél, ami túlmutat önmagunkon. Ugye te céljaid milyen nagyobb jót szolgálhatnak. Ugye végezetül még egyszer emlékeztető, hogy a művészet lemossa a lélekről a mindennapok korát.